Sziasztok! Itt vagyunk Török Bálinti Horgászparkba, november 19-én. Hát, meg volt az éjszaka az idei első komolyabb fagy. Mínusz 1-2-3 fok volt, ugye helyenként az eltérő. Nem sokan vannak kint a vízparton, tőlem jobbra azért egy páran elhelyezkednek. Itt ülök a versenypályának úgy nagyjából a parkolótól egy balra egy-két helyen, szám szerint a 28-as helyen ülök. Lejöttem egy kicsit egy ilyen távolabbi, nagy távolságú féderezésre, metodozásra, amiben a Katsudo Distance Fader 420-as botom lesz a főszereplő, a Katsudo orsómmal, és az idei fejlesztésű shot metod kosárral, ami egy ilyen szárral van ellátva, és a távoli dobásokhoz van kitalálva. Ezt 60 g-os méretben fogom használni. Etetőanyagom az uni és start pellet keveréke lesz. Először megpróbálok egy ilyen pink színű csalival csalizni. Szóval meglátom, hogy későbbiekben ez hogy fog változni. Etetni nem etetek, hideg már a víz. Úgy gondolom, hogy most jobban a kereső horgászat fog jobban érvényesülni. Csalit a közepére teszem a etetőanyagnak. És az első távolság, amit horgászni fogok, az kereken 100 méter. És mivel kereső pecánról van szó, ezért jobban fogom használni az aromákat. Megfújkálom majd a... Ugye hideg a víz, ilyenkor az aromák szerepe jóval nagyobb. Nézem a féket, kicsit még húzok rajta. A irányom a szemben lévő faház, azt fogom próbálni dobálni. És akkor is nézzük az első dobást. És pont ott 100-on. Szépen kiakadt. Jelentős szél nem fúj. De azért meg fogom lesülyeszteni a zsinort hírt gyorsan, hogy ilyen kisebb hasa legyen. Időnek megpróbálok egy... Hát először állítok egy 10 percet. Azért csak hidegebb van. Mindeközben összeállítok egy másik botomon egy szerelést, ami ugyanez lesz, mint ami éppen most be van vetve. Tehát alkotni fogja egy Mikado Shot távdobókosár, 60 g-os, ezzel a vezetőszárral. Egy gyors kapocs, MS méretbe. Ebben az előkét, illetve a főzsinort fogom összekötni, ez ugye két darabból áll. Tehát így néz ki az a gyors kapocs, ugye egy gumiharang segítségével tudom lezárni a végét, belerakom az előkét, illetve belegötöm a főzsinort, jelen esetben a dobó előkét szóval még felrakni, és persze a horog a előket tartóból, és előveszek egyet, egy előre megkötött horgot, ami a Mikado MF13-asnak a 14-es mérete. Itt van a dobóelőkének a végén, egy ilyen felvastagodó dobóelőkét használok. Először is vezetőszárról beveszem ezt a
gumiharangot, ezen először átfűzöm, felengedem, majd a vezetőszáron és a kosáron átküldöm a zsinort. Ugye nagy előnye, hogy ez a kosár, mint ahogy látjátok, ez cserélhető. Tehát, hogyha kihúzom a vezetőszárból, akkor a felszerelés megvontása nélkül tudom cserélni a súlyt, hogyha mit tudom, váltanék 30 vagy 50 grammosra, vagy bármilyen súlyúra. Váltanék. Következő lépésként a kapocsnak, a gyors erőkecserélős kapocsnak a felső harang részét felfűzöm, utána pedig egy kötéssel felcsomózom, felkötöm a másik részét a gyors kapocsnak. Túl nagy csomót nem kell rajta csinálni, mert az csak akadályozhat későbbiekben. Kicsit megnedvesítjük, és úgy húzzuk össze. És így néz ki. Fölösleg zsinort természetesen sajnál vágom. Az előkét belehelyezem. Szépen lezárom. És meg is van. Hopp, ez már pont lesz. Igazán ideje volt.
Kicsit óvatosabban bánok a hallal, azért érződik, hogy hideg már a víz, nem olyan vehemens. Nem védekezik annyira hevesen. És óvatosabban próbálok bánni vele. Egy óriási, de november vége felé meg csak örülni lehet. Egy szép kis tükrös. Kis kerek. És már a miénk. Na, nem olyan kicsi ez. Nagyon szép aranyszínű. Hopp, és ki is jött a horog. Gyönyörű szép hal. Sebb nincs is rajta. Befertétlenítjük is. A mellett is vissza. Gyönyörű szép, hibátlan tükrös. Gyönyörű. Igazi szép hal. A nagy pocakja van neki. És el is, ó, nagyon szépen. És meg is van. Nem tántok hal.
Sziasztok! Köszi! Igen. Megnézed? Szép hal. Egy ilyen 4-es, 5-ös körüli. De megy szépen vissza. Hiha.